tulajdonképpen az, hogy, tehát, hogy számomra a szappanopera az tulajdonképpen egy jó ideje véget ért az életemben, és én az elmúlt 5 évben a Színművészeti Egyetemre jártam, ami nyilván abban segített az embernek, hogy egy picit befelé dolgozzon saját magán, egy picit azzal foglalkozzon, hogy ő maga, én magam megkeressem a saját utamat, a saját lehetőségeimet. Nyilván ez olyasmi, amiről az ember nem feledkezik meg, vagy kell, hogy tudja, kell, hogy a fejében legyen, hogy ez van, de nagyon sokat szerintem nem érdemes ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ha az embernek van lehetősége arra, hogy színpadon dolgozzon, az azért egy nagyon másfajta munka, mint a filmes vagy a televíziózás, de mindenképpen nagyon, nagyon nagy szerelem, vagy nagyon szép lehetőség az ember életében, és én szerintem ez olyasmi, amivel kell azért foglalkozni, de azért nagyon-nagyon sokat nem szabad. Tehát, hogyha ha én színpadra megyek, azért nem szabad, hogy nagyon ez járjon a fejembe, hiszen ott az alak a fontos, és nem annyira én. Nem kaptam még díjat életemben ezen kívül túlságosan sokat, vagy hogy ez nem nagyon jellemző. Én nagyon boldog voltam, és nagyon jól esett. Ugyanakkor nyilván ezeket a dolgokat sem szabad, azt hiszem, hogy túlságosan túlértékelni az embernek, de nagyon jól esik a visszajelzés, és azt hiszem, hogy nagyon sok erőt és hitet ad az embernek az, hogyha érzi mondjuk adott esetben a közönség részéről, hogy értékelik a munkáját, és értékelik azt, amit csinál, és én nekem végtelenül jól esett, és nagyon boldoggá tett. Valaki szabadúszó lesz, vagy leszerződik egy színházhoz, az nagyon egyéni döntés, és nagyon-nagyon sok mindenem múlik. Van olyan, akinek az életében az egyik döntés a hasznosabb, van akinek a másik. És én amikor ezen gondolkodtam, akkor azt mérlegeltem, hogy milyen szerepeket tudok játszani. És úgy alakult, hogy szabadúszóként kapok olyan lehetőségeket és olyan szerepeket, amiket öröm eljátszani és jó dolog eljátszani. És szerintem a színház csinálás, vagy a színház, az azt gondolom, hogy nem egy helyrajzi kérdés. Nagyon jó színházat lehet csinálni, akár nagyon kis helyeken, nagyon kis közönségnek, és lehet nagyon nagy helyeken nagyon rossz színházat csinálni. És igazából alapvetően a körülmények is alakították úgy, hogy ebbe az irányba kezdtem el gondolkodni. Egyelőre úgy láttam, hogy ebben az évben ez a fajta létezés, ez nekem talán hasznosabb vagy szerencsésebb, de természetesen azért annak a biztonsága, hogyha az embernek van egy szerződés egy olyan kőszínházban, ahol erősen gondolkodnak benne, az egy fantasztikus dolog és egy nagyon nagy biztonságot ad. Ennek a fajta életformának megvan a maga bizonytalansága, ugyanakkor nagyon sok és sokféle emberrel lehet találkozni, ami hosszú távon nagyon hasznos lehet. De ez szerintem egyrészt alkati kérdés is, hogy ki az, aki miben érzi jól magát, ki mennyire bírja adott esetben a bizonytalansággal járó stresszt, és másrészt pedig szerencse kérdése is, mert én nekem kőszínházakban nem volt olyan erős ajánlatom, amire azt tudtam volna mondani, hogy érdemes idejönni, érdemes ide szerződni, mert itt erősen gondolkodnak bennem. Ha ez így lett volna, akkor nyilván leszerződöm. Nagyon nehezen tudok szerepekről általánosságban beszélni, mert hát ez nagy, talán közhelynek tűnik, de tényleg minden szerep más. És most itt állunk ugye a cselédek próba folyamatának az első fázisában, és ilyenkor az ember tényleg azt érzi magán, mint hogyha most kezdene mindent teljesen a nulláról, és teljesen az elejéről, és nyilván sokkal több a bizonytalan tényező, mint a biztos. És ahogy megyünk előre egy történetben, úgy válik az ember egyre magabiztosabbá. És nekem az egyetem alatt is, és utána is az volt a tapasztalatom, hogy érdemes szerepekről és anyagokról sokféleképpen, sokféle megközelítésből gondolkodni, és ez nagyon meghatározó a rendező személye is, mert van olyan rendező, aki
erős érzelmeket követel, van, aki finom mozgásokat szeret látni, van, aki nagyon komoly gondolkodást szeret inkább látni, és egyszerűen van olyan helyzet, amikor az ember így egy picit ráhagyatkozik arra, hogy megértse, hogy ez most mi ez a nyelv, amit itt csinálunk, mert azért nagyon sokféle színházi forma és színházi nyelv létezik, és nyilván az, hogy éppen mi az adott anyag, mekkora a tér például, az iszonyatosan meghatározó, és ilyen értelemben szerintem azt mondani, amit is szeretnek mondani, hogy van a filmes színjátszás és a színházi színjátszás, ez azért nagyon nehéz, mert vannak olyan pici, szenzitív terek, ahol az ember nagyon finoman játszik, ugyanolyan finoman, mint adott esetben egy filmen. Nagyon sok mindentől függ, és egyszerűen van olyan szerep, van olyan anyag, aminek viszont az áll jól, hogyha valaki bátor és harsány és szélsőséges. Tehát így általánosságban beszélni arról, hogy színházi szerep, színházi szöveg, én azt éreztem, hogy minden anyag más és más, és minden anyagon az ember egy picit más tud megtanulni. És én egy picit afelé is próbálok gondolkodni a saját életemben, hogy a lehető legtöbbféle emberrel, rendezővel, színész kollégával találkozni, mert azt hiszem, hogy azáltal, hogy látom a másikat dolgozni, hallom a rendező instrukcióit, hogy ő milyen irányba gondolkodik, azáltal én is azt érzem, hogy na hát ezt így is lehet, innen is lehet egy mondatot fogalmazni, és máshogyan is lehet ezt az egész dolgot megközelíteni. Tehát én igazából úgy fogalmaznék magammal kapcsolatban, hogy én tanulom ezt, és nagy bennem a kíváncsiság. Hegedűsdé Géza, Sógornők rendezője, nekem osztályfőnököm, hát most már csak volt a Színművészeti Egyetemen, és amikor harmadév végén elújságolta nekem azt, hogy lehetőségem lesz a Sógornőkben játszani, én nagyon boldog voltam, mert ugye a Sógornők az egy olyan előadása volt a Pesti Színháznak, ami annak idején is óriási sikerrel futott, nagyon-nagyon szerették, és egy olyan csapatba csöppentem bele, hogy mindenki boldog volt, hogy újra játszhatja. És azt lehet a Sógornőkről elmondani, hogy egy rendkívül izgalmas, színes, csodálatos társaság, fantasztikus színésznőkkel, és én szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy szeretünk bemenni, és nagyon-nagyon szeretjük játszani, és évad végén mindig szokott lenni egy közös ilyen találkozó, amivel így együtt elmegyünk a nyárra, és szerintem ez egy társulaton belül is nagyon ritka, de az, hogy egy előadás kapcsán összegyűjjenek a szereplők azért, hogy megköszönjék egymásnak a közös munkát, az aztán különösen. És itt azért nem pályakezdő színésznőkről van szó, hanem nagyon komoly, fantasztikus, nagymúltú, csodálatos színésznőkről. És nekem egy óriási ajándék, hogy én ennek a csapatnak a része lehettem, és hogy segítettek engem, szerettek, és azt hiszem, hogy el is fogadtak. Úgyhogy én nekem ez a hatalmas élmény volt. És hát az embernek azért a gyerekkora kedvenceivel állni egy színpadon, az mindig azért nagy kihívás, nagy levegőt kell venni, nagyon föl kell kötni azt a bizonyos nadrágot. Ugye akkor Kútvölgyi Erzsébet szoktam mindig azt mondani, hogy ugye milyen jó, amikor csak nők vannak a színpadon, hogy milyen más energiával működnek a dolgok, hogy mennyire tudnak együtt dolgozni a nők. Hát ezt nem tudom, ezzel nyilván a férfiak vitatkoznának, de ez kétségtelen tény, hogy ennyi színésznő egy színpadon, hát annak van egy hangulata. A Karinthy Színházban Benedek Miklóssal találkozni, az, amint már mondtam azt, hogy minden rendező más, Benedek Miklós, ami olyat tud a színházról, és olyat tud erről a századfordulós színjátszásról, amit én nem is tudom, hogy rajta kívül van-e olyan, aki ezt tudja. Egészen különleges, finom ízléssel, nagyon intellektuálisan, nagyon-nagyon érdekesen tud ezekhez hozzányúlni. És az, hogy kell egy darabot kosztümben játszani. Mert hogy most azért nagyon sokszor van az, hogy legyen mai, legyen modern, keressük meg azt, ami picit a mi életünkhöz kapcsolódik. És ugyanakkor úgy hozzányúlni egy drámához, hogy eredeti kosztümök, autentikus díszlet, ugyanakkor azt mondja, hogy de hiszen a probléma
az tud azonos lenni, és tud nagyon mai lenni. De hogy ne akarjunk mindig maian játszani, hanem egy picit más ízzel. És ezt a Miklóstól szerintem csodálatos látni. Azt nem tudom, hogy ezt meg lehet-e tanulni, és azért nem mondom, hogy meg lehet tőle tanulni, mert nem tudom, mert ez olyan tudás, vagy olyan ízlés, ami belőle jön, sugárzik az ő lényéből. És jó benne lenni, jó mellette lenni. Az, hogy drámákban szerepelni, nekem hál' Istennek volt az egyetemen is Zsóthér Sándor rendezett nekünk egy Hamletet, amiben Gertrúdot játszottam, a Víg Színház házi színpadán pedig Jelineknek a Téli utazás című művét, ami egy nagyon-nagyon különleges szövegszínházi anyag, így azt gondolom, hogy magyar színpadokon majd, hogy nem egy egyedülálló próbálkozás volt ez, és nagyon, nagyon szerettük, nagyon izgalmas, tényleges utazás volt. És a másik, amit még itt megemlítenék, az a harmadik Richard volt, amiben Lady Annát és Erzsébetet játszottam Burák Ádám rendezésében, amivel aztán utaztunk Erdélybe, bemutattuk Zsámbékon, a Gyulai Színházban, a Gyulai Várszínházban. És hát az, szóval, hogy két ilyen szerepet eljátszani, Lady Anna, Erzsébet, ez egyenként is nagyon komoly kihívás, de a kettőt együtt az egész különleges volt, úgyhogy én nagyon szeretek olyan, amikor mondjuk nem feltétlen nevettetni kell, hanem szeretem a komolyabb vagy mélyebb drámai műfajokat is, de hát azt mondják, hogy ez mindig úgy van, hogy a drámában az ember a humort keresse, és a komédiában pedig a karakterek tragikumát, úgyhogy hát minden, tehát hogy mindenben picit benne van minden. Hát az, hogy a musical vagy az operett, én azt hiszem, hogy azért az operettek nagy részéhez különleges és olyan hangi adottság szükséges, ami, tehát hogy vannak úgynevezett zenész-színészek, és én ezt a kategóriát vagy megnevezést nem egyáltalán abszolút pozitívnak gondolom, akik olyan zenei talentummal rendelkeznek, ami egyedi és egészen különleges amellett, hogy színészileg nagyon erősek, és hát azért ilyen csapatokban az embernek megállni a helyét, az ahhoz én lehet, hogy kevés lenni. Anya! Mi a? Igen gyakran eszembe jut. Micsoda? A Gyurika. Ja. Nem láttam születése óta. Én egy rossz nő vagyok. Nem szabad, kislányom, nem szabad erre gondolnod, majd megsegít a jó Isten. Jó? Azt szed nekem nem hiányzik? Majd megszakad a szívem szegény kis árva után. Ma nagyon szép. Igen. Ezt egy rokonom küldte. Magának igen sok a rokona. Párizsból küldte. Igen, Párizs is nagyon szép. Szebb, mint Róma? Hát, szebb. Igazán szebb? Nem szebb. Most akkor szebb vagy nem szebb? Nem tudom, kisasszony. Hát, az sokszor nem lehet tudni. Na látja, Párizs szebb. Ki nevet? Nem. Maga nagyon. Aj, maga nagyon-nagyon kedves. Gúnyolódik, kisasszony. Nem. Majd meglátja, hogy én nem vagyok olyan egészen ostoba. De ne mondjon már ilyet. Én örülök, hogy ilyen. Ilyen nehézkes. Látja, én is ilyen vagyok. Mondjuk nálam ez érthető. Ugye, én nem beszélgetek mással, csak a mamával, meg néha a Gáborral. Ritván. De maga jár kell a világból. Találkozik mindenkivel. Nőkkel. Nem. És miért nem? Hát, csak. Fél tőlük. Látja, megint kinevet. Igen, én tartózkodom. A nőktől? Igen. Na mi? Mert nekem pénzem van. És ez baj. Jean Genet írta a Cselédek című darabot, és ez egy nagyon, nagyon különös francia dráma. Iszonyatos komoly váltásokkal a szereplők maguk is szerepet játszanak, és azért is beszéltünk arról, hogy ez ténylegesen egy jutalomjáték, mert nagyon sok lehetőség van.
Ugyanakkor nagyon sok lehetőséget el lehet szalasztani ezért, tehát erre így érdemes odafigyelni. Én azt érzem most itt a próba folyamatban, hogy nincs egy görcsös megfelelni akarás semmilyen irányba senkiben. És ez nagyon hasznos és nagyon jó ilyenkor, mert nyilván, hogyha az ember egy ilyen emblematikus anyagon dolgozik, mint a cselédek, akkor azért ott be tudnak kúszni olyan gondolatok, hogy hát hiszen ezt már játszott a három férfi csodálatosan, játszották nők, játszottak sokféleképpen, és azt hiszem, hogy mi, ahogy ezen dolgoztunk, így nem, az hál' Istennek így nem került még elő, hogy valamihez képest kell nekünk ezt megcsinálni, hanem mi érzünk valamit, vagy gondolunk valamit, és ezt ezen a szövegen keresztül megpróbáljuk megvalósítani. Azt gondolom, hogy a Váci Dunakanyar Színházról az, hogy ilyen anyagokat vesz elő, mint, vagy ilyen szerzőket, mint Zsöné, Hrabál, akik nem feltétlen azok a darabok, amik úgynevezett közönség darabok, vagy úgynevezett közönségszínház, hanem bátran nyúl hozzá anyagokhoz, bátran próbál ki olyan szerzőket, olyan anyagokat, ami nem feltétlen jutna eszébe valakinek, aki mondjuk éppen egy színházat nyit, vagy színházat alapít. Tehát nem az egészen biztos, sikerorientált, közönség által jól ismert darabokkal próbálkozik, hanem egyfajta igényességgel próbál meg válogatni, és próbálja meg kinyitni a nézőknek a tekintetét arra, hogy mennyire színes a világirodalom, és mennyire sok mindent lehet nézni, csinálni, próbálni, és szerintem ez nagyon-nagyon nagy dolog. Azt gondolom, hogy az is nagyon nagy dolog, hogy ma Magyarországon, amikor színházak zárnak be, egy színház megnyílik, és hogy valaki erre energiát, pénzt, időt, kedvet nem sajnál, és ebből beletesz, és ebben hisz. Ez óriási dolog, és én nagyon-nagyon drukkolok ennek a színháznak, és nagyon szeretnénk azon dolgozni, hogy ez egy komoly, komoly műhely legyen, ami nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb egy megkerülhetetlen pont lesz a magyarországi színházi térképen, és mi ezen is azért dolgozunk. Hát ez jó nehéz kérdés, én nem tudom, hogy mikor tud az ember igazán boldog lenni. Azt hiszem, hogy mindig úgy van, hogy örül az ember a lehetőségeinek, és én tényleg nagyon azzal nagyon boldog vagyok, hogy itt és ezt próbálhatom. Ugyanakkor nyilván vágyik mindig az ember arra, többre, jobbra, szebbre, arra, hogy szükség legyen rá, hogy fontos legyen, amit csinál. Én azt gondolom, hogy az én életemben ez egy útnak az eleje. És amit a legelején kérdezett azzal kapcsolatban, hogy valaki hogyan áll a színpadra, mondjuk hosszú év televíziózás után, én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy az ember dolgozzon sokat, és ha eleget dolgozik, és elég energiát fektet ebbe bele, akkor előbb-utóbb valami ki fog róla derülni. És ebben hiszek, vagy ebben bízom, és ezért dolgozom. Nyilván vannak napjaim, amikor elégedetlen vagyok, amikor rossz kedvű vagyok, és nem vagyok elégedett azzal, amit az élet vagy a Jóisten ad nekem. Aztán az ember megnézi egy picit más oldalról, és azt mondja, hogyha nem tud azoknak a dolgoknak és lehetőségeknek örülni abban a pillanatban, amik vannak az életében, akkor az nagyon nem egy jó helyzet. Nyilván kell egy kis elégedetlenség, és kell az, hogy valami legyen. Ez, nem tudom, ez kell ez az olaj a motorba, hogy elinduljon.